Termékjubileum. Elkészült a 3 milliómodik pótkocsi futómű a 30 éves BPV Hungária Kft-nél. Tanévnyitó fórum. A pedagógusok szakszervezete a helyi problémákat tárja fel országjárásán. Közgyűlés előtt 15 nyilvános napirendi pontról döntenek holnap, a költségvetés is téma lesz. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Módosítják az idei költségvetést, döntenek önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok aktuális ügyeiről, és több rendeletet módosítanak a képviselők a csütörtökön 9 órakor kezdődő közgyűlésen. 15 napi rendi pontot nyilvánosan, 2-t zárt ülésen tárgyalnak. Beszámoló hangzik el az előző közgyűlés óta eltelt időszakról, majd módosítják az idei költségvetést. Várhatóan döntenek pedagógiai asszisztensek felvételéről 3 szombathelyi óvodába, ami 10 millió forint többletköltséget jelent. A képviselők beszámolót hallhatnak a 10 hónapja működő központi orvosi ügyelet tevékenységéről. Határozatot hoznak önkormányzati gazdasági társaságok veszteségpótlásáról és többlettámogatásáról, ingatlan eladásokról, és módosítanak több önkormányzati rendeletet. A közösségi közlekedésről szóló napirendi pontban tárgyalnak a Volánbusznak fizetendő 176 millió forintos ellentételezésről és a menetrend racionalizálásról, amihez képviselői javaslatokat várnak. Hosszabb előterjesztés szól a kormány által Szombathelynek juttatott 1,2 milliárdos fejlesztési támogatás felhasználásáról. A kormányrendelet nem tartalmazza a Zanati kerékpárút építésének 300 milliós fedezetét, az erről szóló külön rendelkezés még előkészítés alatt áll. Eredménytelenül zárult a Közbringa program közbeszerzése, a két beérkezett ajánlat jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 52 millió forintot, ezért valószínűleg elhagyják ezt a projektelemet a kerékpáros barátfejlesztési programból. Tárgyalnak az idei hídvizsgálati jegyzőkönyvről, meghatározzák a felújítandó hidak prioritási sorrendjét és évente elkülönítenek egy összeget hídfelújításra. Elhangzik az önkormányzati alapítványok éves beszámolója. Módosítják az M86-os gyorsforgalmi út Zanat és Körment közötti szakaszához kapcsolódó település rendezési eszközöket. A várost elkerülő szakasz Szent Király és Táplán Szent Kereszt között halad. Zárt ülésen kitüntetésekkel és a parkfenntartóval kapcsolatos döntéseket hoznak. A közgyűlést élőben követhetik a Szombathelyi Televízióban és Facebook oldalunkon is. Kedden este véget ért az ellenzéki előválasztás első fordulója. Éjjel 4:10-kor regisztrálták az utolsó online voksot. Több mint 630 ezeren adták le szavazatukat országosan, ami kiemelkedően magas részvételt jelent. Vas megye 1-es számú választókerületében, Szombathelyen és 11 környező településen összesen 7751-en szavaztak, 6725-en személyesen, 1026-an online. A részvételi arány felülmúlja a várakozásokat, hiszen az optimista becslések is legfeljebb 5000 szavazóról szóltak. Szerdán reggel megkezdődött a szavazatszámlálás, késő délutánra estére ígértek hivatalos eredményt. Délután 13 óra körül Ceglédi Csaba, a DK jelöltje Facebook posztban arról adott hírt, hogy központilag közlik majd az eredményeket, de egyelőre vezet a versenyben Ungár Péter, az LMP és Kocka Tibor az Új Világ Néppárt jelöltje előtt. Adásunkig nem kaptunk hivatalos eredményeket, estére kiderül az is, ki nyerte a miniszterelnök jelöltek harcát. A legjobb 3 megy tovább a második fordulóba, ha senki sem ér el 50% fölötti eredményt. Tanévnyitó fórumot tartott a pedagógusok szakszervezetének Vas megyei szervezete. A Szombathelyi Vállalkozói Központban tartott összejövetelen egyebek mellett a szakképzés változásairól, a bérekről és a tanárhiányról is egyeztettek. Országjárásra indult a pedagógusok szakszervezete, hogy a tagokkal találkozva megismerjék az adott megyére jellemző problémákat. Az így nyitó Szombathelyi Fórumon a vezetőség beszámolt az eddigi eredményekről is.
pandémia miatt igen kemény időszakon vagyunk túl, és az, hogy digitális oktatás, mint fogalom, ezt újként kellett értelmeznünk, megjelent az életünkben, és hát nem kevés kihívással járt, illetve az egészség és az életvédelem plusz feladatai is beépültek a mindennapi munkánkba. Egyik nagy siker, hogy senkit nem bocsátottak el a járványhelyzet miatt az oktatási intézményekből, ez érvényes az óvodákra is, hangsúlyozta az elnök. Elérték a 100%-os táppénzt, bár ez még nem automatizmus, számos dokumentumot kell kitölteni ehhez. 10%-os ágazati pótlékot is kaptak a pedagógusok, de az oktatásban dolgozók bérét gyalázatosan alacsonynak nevezte az elnök, ezt a még megoldandó feladatok közé sorolta. Az élet és munkakörülmények javítása a cél, a tárgyalásoknak még ebben az évben eredményt kell hozni, hangsúlyozták. Néhány évente új jogszabályi környezetben kell dolgozni a kollégáknak. Ez az ő terheiket növeli, az új rendszerről átállás többlet feladatokat jelent. Nekünk az a célunk, hogy ezt próbáljuk meg megkönnyíteni, és a munkáltatókkal úgy megegyezni, elsőként talán Vas megyében állunk egy kollektív szervezés aláírásának a küszöbén, hogy a munkavállalóknak lehetőleg kevesebb adminisztratív terhe legyen, és sokkal inkább tudjanak koncentrálni a szakmai feladataikra. A Vas megyei szakképzési centrummal való hatékony együttműködésről számolt be a megyei elnök, de a tanárhiány is szóba került. Én úgy gondolom, hogy az óvoda az, ami most nagyon érintett. Ott legjobb tudomásom szerint körülbelül 40 óvónőhiány van. Ezt megpróbálják asszisztensekkel és nyugdíjas munkavállalókkal pótolni. Kevés a gyógypedagógus, ott is hát várják a gyógypedagógus jelentkezését és a szakos tanárokat. Elsősorban a matematika, kémia szakos tanárokat várják, hangsúlyozta az elnök. A tanévnyitó fórumon Eötvös József emlékérmet adományoztak Pusztai Ferencnek érdekvédelmi munkája elismeréseként. Megkezdődött a városi eboltás. Információs táblákon ismerhetik meg a parkok rejtőzködő élővilágát az érdeklődők a Szavária Múzeum kertjében. Az első világháborúban harcoló lehárantal ezredesre emlékeztek. Rövid hírekkel folytatjuk. Szeptember 28-tól október 6-áig tart a szervezett városi eboltás. Szombathelyen 13 helyszínen várják a kutyákat az évenként kötelező veszettség elleni immunizálásra, amellyel egy időben elvégzik az ebek széles spektrumú féreghajtószerrel való kezelését is. A szabályok szerint minden 3 hónaposnál idősebb kutya oltása kötelező, a vakcinát azonban kizárólag csippel rendelkező ebnek adják be. A szombathelyi városi szervezett eboltás alkalmával, amennyiben az még korábban nem történt meg, a tulajdonos kérheti a csipezést is külön díjazásért. Az időpontok és a helyszínek megtalálhatók a város honlapján. A pótoltást október 9-én 8-tól 10 óráig a vadászvendéglőnél és a csitítói benzinkútnál tartják. Rovarok, halak, madarak, emlős állatok. A környezetünkben élnek, és ha nyitott szemmel járunk, gyakor találhatjuk őket. De jellemzően rejtőzködnek az ember tekintete elől. A város és a parkok élővilágát mutatja be az a 3 ismeretterjesztő információs tábla, amit a Szavária Múzeum kertjében adtak át a kutatók éjszakáján. Színes fotók és rövid szövegrészletek ismertetik a Szombathelyen is előforduló fajokat. A Báró Lehár Antal emlékév alkalmából újabb esemény várta az érdeklődőket az Őrvidék házban. Kedden konferencia és könyvbemutató fogadta az emlékező közösségeket. Lehár Antal ezredes orosz, majd az olasz fronton küzdött az első világháborúban. 1846-ban Sopronban született a híres zeneszerző Lehár Ferenc öccse Antal. Az Őrvidék házban tartott megemlékezést Hende Csaba köszöntője nyitotta, majd előadás. Sok zajlottak az időszak történelmi politikai érdekességeiről. Ezt követően a közreműködő gondolataival kiegészítve bemutatták a Szülőföld kiadó gondozásában megjelent Csak egy hűséges szolgája urának, Báró Lehár Antal ezredes a Katona című könyvet.
Elhagyta a 3 millió modik pótkocsi futómű az idén 30 éves BPB szerelő sorát. Ez alkalomból rövid ünnepséget tartottak a nagyvállalat gyártócsarnokában. Az eseményen elhangzott, az egykor és a ma gyártott tengely funkciójában megegyezik. A gyár azonban élen jár az innovációban, a vállalatcsoporton belül csak Szombathelyen állítanak elő az alacsonyabb széndioxid kibocsátást szolgáló kormányzott tengelyeket. Folyamatosan készülnek a szerelő soron a nehéz futóművek. 1991-től a szombathelyi gyár indulásától mostanáig 3 milliót gyártottak. A jubileumi darab egy japán ügyfélhez kerül, de a világ szinte minden tájára jutott az itt előállított tengelyekből. 30 év, meg 3 millió tengely. A gyártást csak rövid ünnepséggel szakították meg a szerelő soron, a dolgozókról csoportképek készültek a 3 milliómodik darab futómű mellett. A 30 évre visszatekintek, az abszolút büszkeség. Tehát én azt gondolom, hogy ez a gyár itt az elmúlt 30 évben Szombathelyen, Vas megyében nagyon komoly dolgokat tett. Sok munkavállalónk van, ezzel nagyon jelentős képviselői vagyunk a helyi gazdaságnak. Az pedig, hogy a termékünk ilyen állandó és a változásra, magára az elektromobilitásra, ami ma folyamatosan minden csapból folyik, kevésbé érzékeny, a stabilitást jelenti a cég számára, illetve a munkahelyek számára, amiket biztosítunk dolgozóinknak. 30 éve a szombathelyi gyár 150 fővel indult, közülük 82-en még ma is aktív tagjai a munkatársi közösségnek. Annak idején a TMK-ban kezdtem, jelenleg a tanműhelyben dolgozom, a tanulókat képezzük. 2008 óta van tanműhelyünk, és hát rengeteg kollégát képeztük, aki most is kollégák mégis. De egy műszaki alapos tudás szükséges a jó minőségű futóművek elkészítéséhez, ezért szükséges az, hogy mi képezzük itt helyben a tanulóinkat. A több mint 1500 főt foglalkoztató szombathelyi gyár a vállalatcsoport második legnagyobb gyártóbázisa. Közúti és mezőgazdasági futóművek, valamint futóműrendszerek és azok alkatrészei készülnek itt. Az agráripari termékek tervezése, fejlesztése és értékesítése is a Vasi megyeszékhelyen működő gyár feladata. Hétfő este ismét pályára lépett a Haladás VS-e. Az élvonalbeli futsalbajnokság címvédője ezúttal az Újpest csapatával mérte össze erejét, és játszottak egy gólzáporos mérkőzést. A listavezető Deac otthonában elért értékes győzelem után hétfő este ismét hazai környezetbe lépett pályára a címvédő Haladás VS-e futsal együttese. A Vasi alakulat a stabil középcsapatnak számító Újpestet látta vendégül a Rohonczi úti sportkomplexumban. A találkozó előtt a Magyar Labdarúgó Szövetség díját vehette át Nagy Kevin és Juan Ramon Calvo Rodriguez vezetőedző, a legutóbbi szezonban nyújtott teljesítményük elismeréseként. Az ünnepi pillanatok után nagy elánnal estek egymásnak a csapatok. Enrique Diniz veszélyes helyzete után a vezetést is megszerezte a Haladás a szurkolók legnagyobb örömére. Az ötödik perc végén Hajmási szerzett labdát, majd tálalt tökéletesen Dróth Zoltán elé, aki 4 méterről nem hibázott. Alaposan belejöttek a játékba a főszereplők, mert 2 perc alatt újabb 2 gól született, igazságos elosztásban. Suscsák egalizált egy védelmi megingás követően, majd szinte postafordultával jött a válasz a szombathelyi támadóktól. Luigi Longo szabadrugása talált utat a lábak és a kapus keze között. A hátralévő időben mindkét csapat becsülettel küzdött, de gólt még kis büntetőből sem tudtak szerezni a játékosok. Dróth 10 méteresét a kapus hárította, az ismétlés pedig Barta a kapufára lőtte. Az első játékrész végén így megérdemelten vezetett a Haladás együttese. A folytatás is hasonlóan eseménydúsan zajlott. Dróth Zoltán remek formában játszott, és a 27. percben egy szemedgyönyörködtető megoldás végén 2-re növelte csapata előnyét. A szurkolók már azt hitték, hogy ezt a derbit letudta a Haladás, azonban a vendégek másként gondolták. Horváth Benedek bombagóljával előbb szépített, majd Lucas Moreira révén az egyenlítés is összejött az Újpestnek. A hajrában mindkét alakulat tudása legjavát nyújtotta a győzelem megszerzésének reményében.
A haladás az utolsó perceket már vészkapussal kiegészülve támadta végig, és a győztes gól az utolsó perc kezdetén született meg. Luigi Longo szenzációs sarkozással becsapta a kapust, a labda pedig a vendégek játékosát harmist érintve jutott a kapuba. Bár a fővárosi együttes az utolsó másodpercekben mindent megpróbált, de ez csak a tisztes vereséghez volt elegendő. A haladás számára meglehetősen eseménydús időszak köszönt be. Az Újpest elleni mérkőzés után 9 nap alatt 3 találkozót játszik a címvédő, legközelebb szeptember 30-án, csütörtök este az Aramis csapatát fogadja a Haladás sportkomplexumban. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!